ünnep. Együtt karácsonyoztak a gondoskodás otthonban. Évzáró. Orgona koncert a Falu Múzeumban. Tavalyi árakon. Bőséges az idei hal kínálat. Ez az Alaegerszegi Televízió híradója. Jó estét kívánok, Kátakács Bernadett vagyok. 2023. december 21-e csütörtök van. Lássuk a legfrissebb helyi híreket. A lakók és a dolgozók közösen adtak műsort a Gondoskodás Integrált Szociális Intézmény Zalavár megyei karácsonyi ünnepségén. Ez volt az utolsó felvonása a bentlakásos otthon közel egy hónapos adventi rendezvény sorozatának. És ha másoknak is mutatod az utat, jó érzéssel töltel, boldogít a tudat. Szigeti Erzsébet minden évben részese a karácsonyi készülődésnek. Idén Aranyosi Ervin a Szeretet gyógyít című versével örvendeztette meg társait. Elvesztettem a szüleimet, testvérem nincsen, egyedül vagyok, és azért így mégis könnyebb advészelni ezeket a napokat. A Zalavár megyei intézményben közel 500-an élnek. Az ünnepre ezúttal egy színdarabbal készültek, melyben a gondozottak és ápolóik is szerepet vállaltak. Ami büszkeséggel tölt el még, hogy nem csak a lakóink készültek, hanem a dolgozóink is készültek a lakóinknak, hiszen mint szociális szakemberként azt gondolom a legnagyobb értékünk az, hogyha adhatunk. Mit adhatunk mi lakóinknak? Nem más, mint a szeretetet, a barátságot, a kedvességet és a mosolyt. A családias eseményre a vármegye vezetői is meghívást kaptak. Víg László országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, az év minden napján köszönet illeti azokat, akik gondoskodnak a rászorulókról. Ez az egyik legnehezebb munka, én azt állítom, a sok-sok szakma közül, amikor olyan embereket gondoznak, akik nem tudják magukat ellátni. Viszont szeretnénk ilyenkor egy köszönetet mondani, ilyenkor is, azok részére, akik ezt a nehéz munkát végzik. Az ünnepség zárásaként ajándékokat, süteményt és szaloncukrot kaptak az ellátottak és a dolgozók egyaránt. Adventi orgona koncerttel zárták az évet a Göcsei Falu Múzeumban. A zeneműveket a restaurált és újrahangolt 227 éves hangszeren Patai Rebeka orgona művész szólaltatta meg a fa templomban. A barokk orgona 1796-ban készült Kőszegen, a Klügel család műhelyében. 4 évvel ezelőtt egy apró zalai településről, Vöcköndről került a múzeum restaurátor műhelyébe. A közösség erejének, összefogásnak köszönhetően sikerült odáig eljutnunk, hogy hát most éppen meg is szólalhat. Nagy szerencsénkre van Zalaegerszegen egy kiváló orgonaművész, Patai Rebeka, aki első szóra vállalta, hogy egyrészt megtanulja az orgonát megszólaltatni, hiszen ez is egy különlegesség a régi orgonának, másrészt pedig megtölti élettel a kis fa templomot. Az ünnepváró hangversenyt több héten át tartó felkészülés előzte meg. Bevallom őszintén, hogy megszólaltatni bár könnyű, de játszani rajta nem egyszerű, és nem volt lehetőségem még ilyen fajta hangszeren játszani, úgyhogy össze kellett szoknunk az orgonával, de bízom benne, hogy ez sikerült, és a mai nap is így lesz. A repertoárt próbáltam úgy összeállítani, hogy a barokk korszakból, tehát Bach előtti zeneszerzőktől is válogattam, akik leginkább ilyen hangszerre írtak műveket, illetve van klasszikus zeneszerző, romantikus és egy kis modern zenét is csempésztem a repertoárba. A következő esztendőben a nagyobb rendezvényeken az orgona muzsikát is élvezheti a közönség. A tervek szerint kisebb koncertsorozatot is szerveznek majd a fa templomban. Bőséges az idei hal kínálat. A vásárlók kiváló minőségű ponty, harcsa, busa, amúr és süllő közül választhatnak. A szakemberek mindenkit a magyarországi hal fogyasztására bíztatnak. Ebben az üzletben november óta nagy a forgalom. A vásárlók többsége ragaszkodik a hagyományokhoz, ezért a legnépszerűbb hazai fajtát választják.
Természetesen pontyot szeretnék, és a halászléhez, az ünnepi vacsorához, meg természetesen az ebédhez is utána. Passzírozással csinálom, és akkor újra megfőzöm, és akkor bele a halszeleteket, és akkor tésztával, bajai halászlé igaziból. Pontyot szeretnék vásárolni, remélem sikerül, halászlé készül belőle, és a kedves nejem készíti. Ez éves hagyomány nálunk, hogy ilyenkor legalább, ha évközben nem is annyi halat fogyasztunk, mint ahogy kellene, de ilyenkor, karácsonykor ez mindig a főmenü, ami az asztalra kerül. A magyar tógazdaságok jó évet zártak. Megfelelő volt a csapadékellátás, az ágazat eredményességét a tavainál alacsonyabb takarmányárak is segítették. A termelők ennek köszönhetően nem emelték az árakat. Tavalyi árakon kínáljuk a halat, különböző árak vannak, a 2200 forinttól a 2800 forintig, ez az élőpontra vonatkozik, azonban szeletet, filét 3,5-4,5 ezer forint közötti áron lehet megvásárolni, természetesen ezek az árak a pontra vonatkoznak, ennél a harcsa többe kerül, a harcsa filé 8000 forint van, körül van, de nincsen benne száka, és kisgyermekes családok is nyugodtan asztalra tehetik karácsonykor. A hal értékes fehérje forrásnak számít, és egyre gyakrabban kerül a magyar családok asztalára. A fogyasztás közel 4 évtized alatt 2,8 kg-ról 6,5-re nőtt. Ennek a mennyiségnek közel 90%-át karácsony környékén értékesítik. Napról napra nő a fenyőárusok forgalma. A legtöbben az utolsó pillanatokra halasztják a fa beszerzését. A minőség idén is kiváló, az árak pedig nem emelkedtek. Normand, ezüst és lucfenyő is található ennek az őstermelőnek a kínálatában. Minden napra friss vágással érkezik a piacra. Vásárlóinak nagy része visszatérő. Köztük Tihanyi György, aki idén is magas, de szűk fát keresett. Mindig az előszóval tesszük, aztán nem az a lényeg. Ott legyünk és együtt vagyunk, csillagom. Az a lényeg. A kínálatban földlabdás példányok is előfordulnak. Horváth István ezúttal is ilyet választott. Évek óta megszokott őstermelőtől vásároljuk a karácsonyfának való fenyőket, és igyekszünk annyiban környezettudatosak lenni, hogy földlabdával szoktuk kérni, hiszen ezeket hála Istennek családi házban lakunk, és van területünk bőven, és mindegyik kiültetésre kerül a ünnepek után. Hajdú Mihály több mint 30 éve értékesíti saját nevelésű fáit. Úgy látja, idén inkább a kisebb méretek fogynak. A sláger továbbra is a Normand, de a hagyományos fenyőt is keresik. Van, aki Normandot, van, aki hagyományos lucfenyőt, Colorado-t is keresik. Ja, úgyhogy az illatos. Van, aki nehézen ismerkedett a Colorado-val, és az... Azt szeretik nagyon az emberek. A csapadékos időjárás kedvezett a fenyőnek, így a minőség kiváló. Mindezt az árakban nem éreztetik a kereskedők. 3-5 ezer forintért kínálják idén a karácsony díszének méterét. Adventi angyalkalandra hívták a családokat a Mindszentineumban szombaton. Az épületben több helyszínen karácsonyi kézműves foglalkozáson vehettek részt a gyerekek, akik a program végén ajándékot is kaptak. Az intézmény a téli szünetre is több, elsősorban kisebbeknek szóló rendezvénnyel készül. Angyalhívó csengőt készítenek, és gipszből készült karácsonyi díszt festenek a gyerekek. Láthatóan nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel. Nekem ez a festés nekem nagyon tetszik, mert nagyon szeretem az aprólékos dolgokat. Tegnap döntöttük el, hogy eljövünk, és nekem tetszik eddig. Szerintem jó dolog kreatív kézműves foglalkozásokat végezni. Ez volt az egyik állomás. Az adventi kaland az épület további zugaiban folytatódott. Ebben a teremben például játékos, ügyességi feladatokat oldhattak meg a vállalkozó kedvűek. Kicsit arrébb pedig egy karácsonyi angyal összeállításán dolgozhattak. Kaptunk kellékeket, amiket össze kellett ragasztani, megkötni, és én azt fogom vele csinálni, hogy vagy a szobámba, vagy a karácsonyfára felakasztom.
Nóra és a testvére, Réka is megszerezte az első pecsétet. Miután valamennyit összegyűjtötték, nem csak az elkészült díszeket vihették haza, de még ajándékot is kaptak. A Mincentineum a téli szünidőben is várja a gyerekeket. Lesz közös meseszövés, zenés-táncos móka, interaktív bábelőadás és évbúcsúztató játszóház. Az új év első napjaiban nem leszünk nyitva, de 5-től már igen, és 5-én, 6-án szintén tánccal, zenével, hangszerbemutatóval, bábelőadással várjuk a kisebbeket 3-tól 5-ig a Mincentineumban. Az óévben az intézmény 30-áig minden nap várja a látogatókat. December 27-én és 30-án például kiderül, hogyan ünnepelte a királyi család a karácsonyt. Ezeken a napokon tárlatvezetést tartanak a Sziszi kiállításban. Városi tornadiák olimpiát szerveztek Zalaegerszegen a Liszt iskola tornatermében. A fiatalok szerhasználatban, illetve formagyakorlatokban egyaránt bizonyíthatták tudásukat. A versenyzőknek a Diák Sport Szövetség által meghatározott feladatokat kellett lehetőleg hibátlanul megoldaniuk. Ennek megfelelően a szakmai zsűri a gerendán, a talajon, illetve a szekrényen nyújtott teljesítményt egyaránt értékelte. Városi tornadiák olimpiai bajnokságot rendezett a Liszt Ferenc Általános Iskola. Gyakorló célra rendezzük, hiszen a megyei bajnokságra készülünk, amit január 11-én rendeznek Nagykanizsán. És városunkból több iskola is jelen van és képviseli magát. Mindszenti József Általános Iskola és Gimnázium és Kollégium, a Kölcsei Ferenc Gimnázium, Ötvös Iskola, az Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskola és az Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium. A diákokat Babos Sándorné Révai Mária, a Zalaegerszegért díjas testnevelő tanár is pontozta. Mint kifejtette, a torna kulcsfontosságú alapokat biztosít. A torna a szépség és a bűbájnak az egyvelege, tehát előadják a gyerekek a zenére azt, amit éreznek, mosolyogva, könnyedén, csodálatos alakjuk lesz, felszabadultak, és a sport minden területén a torna alap az nagyon, de nagyon fontos. A nyugalmazott pedagógus örömmel nyugtázta, hogy a stafétát volt tanítványai méltóképpen vették át. Így, mint fogalmazott, az utánpótlás magas színvonalú képzése hosszú távon biztosított. Az Alakerámia ZTLKK idei utolsó hazai mérkőzését játssza pénteken 18 órától a Budapesti Honvéd ellen. A mérkőzés tétje nem kicsi, hiszen a zalai győzelem esetén az ETLKK a legjobb 8-ban zárja az alapszakasz első felét, ami Magyar Kupa negyed döntőt is jelent a csapatnak. A vendégfővárosiak az elmúlt fordulóban meglepetésre 80-60-ra legyőzték a Debrecen együttesét, míg a tartalékosan kiálló ZTE simán kikapott az Albafehérvár otthonában. Zalai oldalon a sérültek és betegek a hét közepére nagyjából rendbe jöttek, így a hétvéginél jóval erősebb kerettel küzdhet a ZTLKK. A hazaiaknál először léphet pályára az elmúlt héten igazolt Jeremiah Page. A Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar karácsonyi hangversenyt ad az Aranybárány Hotel téli kertjében december 22-én, pénteken 19 órától. A koncerten közreműködik a Zalaegerszegi Vegyeskar. Vezényel Sándor János, karnagy Kovács Kata. Jegyek válthatók a hangversenyteremben, a Keresztúri VMK-ban, az Art Moziban, valamint online. Egersze kártya kedvezmény érvényesíthető. Híradónk végén lássuk a legfontosabbakat még egyszer, röviden. Ünnep. Együtt karácsonyoztak a gondoskodás otthonban. Évzáró. Orgona koncert a Falu Múzeumban. Tavalyi árakon. Bőséges az idei halkínálat. Ez volt az a Zalaegerszegi Televízió híradója 2023. december 21-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb pénteken este várjuk Önöket. A térség legfontosabb történéseiről addig is hírportálunkon, a www.egerszegihírek.hu oldalon tájékozódhatnak. Híradónkat és a televízió műsorait a www.zegtv.hu oldalon nézhetik vissza. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!